A jövő zenéje. A Lánguló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje podcast negyedik évadának ötödik része. Ötödik része bizony, és már 2024-ben vagyunk, úgyhogy boldog új évet kívánunk mindenkinek. Rabárpival. Boldog új évet mindenkinek, és megígérem, hogy egyszer fog kezdődni úgy egy adás, hogy maga biztosan mondjuk, hogy ez melyik adás. Igen, pláne, hogy egyszer. egyébként előtte mentem általában el a fájlt, és oda is írom, hogy ez 05, tehát most ránézek a gépen monitor és látom, hogy az ötödik adás van. Kelemen Zoltánnal. Szia, Zoli. Sziasztok. Mondd el te, Corvinus Egyetem nemzetközi tanszékének munkatársa, oktatója, kutatója, de mondelte. A nemzetközi kapcsolatok tanszéknek az adjunk tusa vagyok a Corvinus Egyetemen, és az elmúlt tanévet, tehát a 2022-23-osat külföldön töltöttem a Pittsburgh Egyetemen és a Ludwig Maximilians Egyetemen, onnan jöttem most vissza, tehát ősszel már itt voltam ismét a Corvinuson, és itt tanítok és kutatok is egyben. A kinti kutatásaidnak a témája az kapcsolódott ahhoz, amiről mi ma fogunk beszélgetni, mi szerint új középkor érkezik? Kapcsolódott, igen, úgyhogy alapvetően ezzel foglalkoztam mindkét Helyen bár Pittsburghben elsősorban tanítottam, de ott is foglalkoztam azért a témával. Mert hogy rögtön azt is akarnám kérdezni, hogy ez egyébként egy... Konkrét kutatási terület és tudomány ág lehet így hívni, vagy pedig egy olyan felvetés még csak bizonyos kutatók vagy, vagy történészek részéről, ami nem, egy, nem is a bevet irányzat. Hát érdemes egyáltalán definiálni az bárhogy. A nemzetközi kapcsolatok elméletén belül elég régóta foglalkoznak ilyen irányokkal, kutatók, és nem csak a politika szemszögből, hanem van, aki a kulturális megközelítést preferálja. De mondjuk legalább 50 éve azt lehet mondani, hogy az én szakterületemben ez egy létező elképzelés, tehát például a Headley Bull 1977-ben írt egy híres könyvet The Anarchical Society címmel, ami arról azzal foglalkozik, hogy ez a nagyon stabilnak és majdhogy nem monolitikusnak tűnő nemzetközi rendszer, amit a hidegháborúnak neveztek, meg nevezünk ma is. Ez nem annyira meghatározóan stabil és csak a szuverenitásról szól, mint ahogy azt korábban gondolták, hanem sok minden egyéb tényező kezdi erodálni ezt a fajta hagyományos vesztfáliai szuverén államok rendszerét, amiről addig szó esett. És már előtte is volt, mint tudom, Arnold Wolfers a 60-as években érti uh -huh. ilyesmit az én szakterületemen, de hogy hát nyargalunk más területekre, tehát nem tudom, a kultúr Területére, a irodalomtudomány területére akkor a kora 20. században már látunk ilyen tendenciákat, meg ilyen narratívákat, hogy lassan akár visszatérhetünk bizonyos új középkori élethelyzetekben. De ez kicsit az ipari társadalom logikájának megváltozása is, nem? Tehát nyilván a múltnak az érzékelésébe szeretjük leegyszerűsíteni a szimbólumokba gondolkodni, de azt felismerni, hogy minden komplexebb itt a középkornál, és ide szeretjük leegyszerűsíteni, egy ilyen, meg feudalizmus, amikor tudjuk, hogy milyen sokszínű, élő, változatos jogokkal rendelkező már egy területen belül, és akkor rájövünk, hogy a középkorban is emberek éltek különféle vágyakkal, és hogy milyen dinamikus volt az egész, csak a hidegháborút is már ilyen egyszerűbb lehet tudni, nem? Tehát ez nem is a töri oktatásnak a gondja, hanem ez az ipari társadalom ez ilyen volt. És visszanéztünk, és most már a mi jelenünk, meg szuperizgalmas, meg mi érdekesek vagyunk, de mindenki más egy kicsit unalmasabb volt régebben. Hát még az ember vágya az egyszerű és a könnyű megértésre, tehát szeretünk ne. úgy felfogni dolgokat, hogy azokat kisebb részekre lebontjuk, és megpróbáljuk létrehozni ezeket a skatújákat, de hát valóban mondjuk hogy ezer éves korszak, ugye a középkort, hogyha most a nagyon mainstream értelmezést veszük, a római birodalom bukásától Amerika felfedezéséig tart, az nagyjából ezer év. Amerika fel? Én azt hittem, hogy az angol a kromberfére 1600-as évek. Ez már a, egy jó kérdés kor. egyből, hogy hol ér véget a középkor, van, aki azt mondja, hogy igazából Bizáncnak az elfoglalása és Isztambul megszületése. Van, aki azt mondja, hogy 1492 Amerika felfedezése. Van olyan értelmezés, ami szerint igazából az angol polgári forradalom. Uh -huh. Sőt, olyan is, van, aki azt mondja, hogy a modernitás az végül is a hosszú 19. század, tehát meg sem állnak egészen a francia forradalomig. Tehát a középkor kitolható nagyon messze, arról is sincs en teljes konszenzus, hogy mikor kezdődött a középkor. Uh -huh. Tehát van egy olyan elképzelés, ugye az a. Tankönyvekben is szereplő, hogy amikor megbukik a nyugat-római birodalom, akkor kezdődik a középkor, a 476-os évben, de azt követően, tehát mondjuk mióta ez a konszenzus megszületett, számos történész hangsúlyozta, hogy igazából ez egy folyamatos átmenet volt. Nagyjából Mohamed és Nagy Károly között zajlott le egy pár olyan évszázad, amikor a mediterráneum, tehát a tengeri kereskedelem összeomlott, és ez az összeomlás jelenti végül is a középkor végét, vagy jelenti az ókor végét és a középkor Igen. születését, mert az ókor az nem volt volt más, mint egy nagy kereskedelmi civilizáció, ami magába foglalta a földközi tengert, magába foglalta a Perzsölbölt és Indiát, és amikor ezek a kapcsolatok összeomlottak, és ez tulajdonképpen összefüggésbe hozható az iszlám terjeszkedésével, onnantól beszélhetünk fokozatosan, mondjuk Mohamed és Nagy Károly korak között a középkor kialakulásáról. Tehát sem a kezdő időpontja, sem a végső időpontja, a záró időpontja a középkornak nem annyira egyértelmű, mint ahogy azt mi szeretjük gondolni, vagy ahogyan az a törékönyvekben szerepel. Igen, mert ez gondolom egy definíciós probléma is, hogy mit tekintesz a középkor elsődleges attribútumának. Ha azt mondom, hogy a feudal, most vagy azt mondom, hogy az első jobbágy, most így vagy belemeltünk majd, majd mi hogy, akkor meg tudom mondani. Ha azt mondom, hogy, hogy egy kereskedelmi civilizáció összeomlása, itt az előbb nem azt kértem számolja hogy a középkor közép oktatása, a középiskolákban miért nem, izé, hanem itt mindig ugye elmeséltünk, hogy a tudomány maga az. Tehát nekünk legalább komplexebben kéne látni. Na de inkább az, hogy az, Na, igen. Tehát uh, most el, elfelejtettem, mit akartam az előbb még így rátküli, én viszont... vagy behozni kébe, hogyha mondjad te, én és viszont... mindjárt közben. Igen, mert viszont meg pont még ezeknél a definíciós, meg szakaszhatároknál vagyok egy kicsit leragadva, vagy valóban ugye nekünk a 80-as évek vége felé gimnáziumban még így tanították, hogy Nyugatrómai Birodalom bukása és angol polgári forradalom között van. De hogy ez ugye nyilván mindig egy ilyen utólagos visszanézés, én nagyon sokszor szoktam gondolkodni, hogy most, per pillanat nem egy ilyen szakaszhatáron élünk e megint amit majd száz év múlva nagyjából erre a korra fogják tenni azt, hogy itt volt vége a legújabb kornak, mert hogy most per pillanat ez van, nem volt utána egy újkor, meg most a legújabb kor nagyjából, ugye ti is ezt érzitek, gondolom, hiszen arról beszéltek, hogy változások jönnek. Igen, tehát itt mondjuk inkább Veszfáliai kort szoktak mondani a nemzetközi kapcsolatok elméletében, ami nagyjából azt jelenti, hogy mondjuk 1648-tól a Veszfáliai békétől létrejött egy olyan nemzetközi rendszer, ahol az államok a kizárólagos aktorok, ők rendelkeznek szuverenitással, külső és belső szuverenitással, nincsenek fölöttük, bennük, alattuk olyan szereplők, akik megkérdőjelezhetnék ezt a szuverenitást. És ez a Ajta, hát már igazából vélelmezhetőnek nevezett nemzetközi rendszer, ez sok szempontból hipotetikus, ez mostanra elég látványosan repedezik és omlik össze. Nagyjából 1945 után a nemzetközi szervezetek megjelenésével, a multinacionális vállalatok felívelésével, az NGO-k szerepének a növekedésével végleg megkérdőjeleződik az, hogy egyáltalában ez a rendszer nemcsak, hogy fennáll -e még, hanem hogy valaha volt-e. Tehát ha megnézzük azt, hogy a szuverenitás fogalmával mondjuk az elmúlt 20-25 évben hogyan foglalkoznak szakértők, akkor olyan a legfontosabb könyvek esetében olyan címeket látunk, mint például Sovereignty Organized Hypocrisy tehát szervezett álszentség végül mm -hmm. is, a rímelve a szervezett bűnözésre majd, hogy nem. Igen. Akkor van olyan könyv, ami egy kicsit még kúrensebb, az a címe, hogy Sovereignty Rip, tehát Sovereignty nyugodjon békében a szuverenitás. És akkor ott a szerző, egy Don Herzog nevű szerző azt mondja, hogy a szuverenitás az végül is egy zombi fogalom, ami már meghalt, még mindig itt kísért közöttünk, és néhány autokrata megpróbálja életre hívni, de csak azért, mert annyira nyilvánvalóan világos, hogy már ez a régió bevált védőbástyája a nemzetállamnak már nincs velünk. És ez egy, tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy valahol a nemzetközi kapcsolatok elmélete szerint a vesztfáliai és a vesztfáliai utáni rendszer határán vagyunk, és néhány szerző ezt a poszt-vesztfáliai rendszert új középkorinak nevezi. És én ezzel az elméleti irányzattal foglalkozom amúgy a kutatásomban. Arra majd mindenképpen térjünk ide, Erpi, adom a szót rögtön, hogy a, a, ugye ennek a középkorinak van egy ilyen, egy picit pejoratív, nem is tudom ki, sugárzása vagy hangzása is, de hogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez rossz lesz, de hogy ez majd egy külön téma lesz a adás későbbi részében. Most egyrészt Erpi. A apró megjegyzésem, amit az előbb akartam mondani, ez egész amúgy meg milyen arrogáns, mert ez mind a nyugati történetírás, tehát középkor és római birodalom whatever, azért van még néhány kontinens, meg ilyesmi, tehát, hogy, de ezt csak jegyezzük meg. Ezt értem, hogy csak azért ringatom a fejem, és tudom, hogy tudod, csak ugye én ezeket a valaminek a halála, meg új középkor, meg ezeket egyrészt nagyon szeretem, mert arra jó, hogy a mai rendszert jobban megértsük, megnézzük, hogy mit gondolunk arról, vagy ne is, Isten, megismerjük, és összevetjük, és látjuk a különbségeket. Ez itt cuki, de azért azt mondani, hogy ez meghal, vagy pont ugyanaz, azok nyilván inkább figyelemfelkeltő címek, de azon gondolkodni, csak ez ezen gondolkodtam, hogy a Westfalia rendszert mondasz, és tudom, hogy ez az használ, de ugye ez mégiscsak a, mondjuk, az egyik fő tényező, ha jól tudom, de ki fog szavítani a hármas hatalmi ág, ami azért mégis Montesquieu, vagy egyszer későbbi ügyekről beszélünk a loknak a társadalmi szerződése volt a Veszfália idejében, jól emlékszem, kb. akkor kicsit előtte 30 éve, vagy valahogy így. De hogy, hogy a lényeg az, hogy akkor sem az volt a Westfália, és akkor tudjuk, mit csinálunk, hanem ők csak tették a dolgokat, és próbáltak élni. De a Westfáliai rendszer után a felvilágosult közírók arra jöttek rá, hogy végül is kőbevésték azt a szabályt nagyjából a 130 éven át tartó vallásháborúk nyomán, hogy ez a két külső nagy korlátja a a szuverenitásnak vagy a királyoknak, ami a középkorban létezett, a pápa, illetve a császár, az megszűnt releváns hatalmi tényezőnek lenni. Tehát a pápa, azzal, hogy a reformáció nyomán sokkal több felekezet jött létre, és ugye a vallásháborúkban jóval csökkent, sokkal nagy mértékben csökkent a szerepe ennek a nagyon, korábban nagyon fontos nemzetközi szereplőnek, és, a, és hát a császár, aki végül is a legfőbb vesztese volt a Westfáliai szerződésnek, ugye 300 apró fejedelemségre hullott szét a német-római császárság. Ezzel a két tényező, ami valamelyes korlátok közé tudta szorítani a királyi hatalmat, eltűnt. És abban mindenki egyetértett a korai újkorban, legyen az egy abszolútista politikai gondolkodó, vagy egy felvilágosult közíró, hogy ha valahogy korlátozni lehet a királyoknak az uralmát az belülről fog megtörténni. Tehát az abszolútista gondolkodók, például François Grimaudé azt írta, hogy igazából három dolog van, ami korlátozhatja az uralkodó hatalmát. A la police, la justice, la religion. Tehát igazából a belső politikai rendszere az államnak, a vallás, de nem a pápa, hanem a tény, hogy az uralkodónak vallásosnak kell mutatnia magát az alatfaluk miatt és emellett pedig az igazságszolgáltatás, mind belső tényezők. És ugye erre, mikor érzékelték azt, hogy igazából külső valós ellensúlya nem maradt a királyoknak, fogalmazták meg a felvilágosult gondolkodók azt, hogy ha nincsenek már külső korlátok, akkor valamilyen módon ezeket be kellene építeni az alkotmányba, kívülről be kellene őket hozni és alkotmányossá kellene tenni. Tulajdonképpen a modern liberális demokrácia az, hogy képviseleti rendszert kell bevezetni, az, hogy a három hatalmi ágnak ellensúlyoznia kell egymást, tehát a törvényhozó, a végrehajtó és a bíráskodó hatalmi ág elválasztása, kiegyensúlyozása, ezek mind válasz voltak arra, hogy hirtelen egy olyan hatalmi tényezővel találták szembe magukat ezek a gondolkodók, akinek egyszerűen nem volt korlátja. És világossá vált az is, hogy nem is nagyon lesz a közeljövőben külső korlátja. Annyira átalakult volt a nemzetközi rendszer, és annyira csak a királyságoknak és a szuverén vezetőknek az egymással való meccseiről szól minden. Értem. A... Egy kicsit azon fogalmilag szaladjunk már végig, mert hogy a nem történészek, mint én, tehát hogy mi volt pontosan a Veszfél előtte a 130 évig tartó vallásháborúkban kik háborúztak, és előtte ö, miért volt a pápa és a császár korlátja egy adott ország királyának vagy vezetőjének. Tehát ez a 130 éven át tartó vallásháború önmagában egy nem túlzottan bevett, majd mainstream megközelítés. Azt szoktuk mondani, hogy a 30 éves háborúkat zárja le a Westfáliai békeszerződés, ugye, ami 1618-tól 1648-ig tartott, és ott alapvetően egy protestáns, katolikus csörtével indult a konfliktus, a, igazából a császárságon belül alapvetően a cseh tartományok van, és ez aztán szép lassan egy ilyen páneurópai háborúvá duzzat. Tehát először még valóban egy protestáns és egy katolikus konfliktus volt, de például a későbbiekben Franciaország a háború végén már úgy csatlakozott be, szigorúan hatalmi logika alapján, hogy ő a protestánsok pártját fogta nohat dacára annak, hogy a királyság maga természetesen a katolikus egyház legidősebb leánya volt. Tehát ez az utolsó, ez a záró akkor hogy ennek a 130 éven át tartó konfliktusnak, de azért szokták ezt egy ilyen hosszú vallásháborúnak nevezni, mert hogyha azt nézzük, hogy 1517-ben megindul a reformáció, akkor onnantól már a 20-as években a német-római császárságban elég súlyos konfliktusok dúlnak, akkor a hugenották megjelenésével valami hasonlót látunk a 16. század második felében Franciaországban is. Tehát mind a német-római császárságban, Magyarországon, Franciaországban folyamatosan zajlottak elszigetelt konfliktusok, amiben olykor beavatkoztak olyan hatalmi tényezők, és hát a hegemon hatalmi tényező, mint amilyen Spanyolország. De végül valóban nagy nemzetközi ilyen pán-európai háború az igazából a 30, év, 30 éves háborúkra vált. És azt zárja le ez a békeszerződés, és hogy mi volt előtte, mert ez is része volt, azt hiszem, a kérdésnek. Ugye a, azt szokták mondani az angol terminológiában, vagy az angol uh, szakirodalomban, hogy a középkor az nem volt más, mint egy system of overlapping authorities and multiple loyalties. Ugye ez a legbevettebb rövid definíció, tehát hogy alapvetően az autoritások nem voltak tisztán lehatárolva, nem csak a király rendelkezett vele, hanem fölötte is, a királyságon belül is és alatta is voltak olyan szereplők, akik könnyedén megkérdőjelezhették az uralkodó autoritását. Volt olyan időszak a középkorban, például a 10. század, amit székulum obszkúrumnak, a sötét századnak is szokás nevezni, ahol nem volt világos, hogy van-e egyáltalán közhatalom, olyan mértékben dominálta a feudális lovagság például a királyságot. Tehát, hogy a király nem többe csupán a egyik földesúrnál, bármelyik földesúrnál, nem csak egy ilyen primus inter párész, az nem volt egészen világos, például a 10. században. Tehát Lényegileg a középkorban azt láttuk, hogy a pápa és a császár felülről gyakran adta a koronát, adta a jogart az uralkodóknak. Lényegileg, ha megnézzük a, a középkori lengyel, magyar és cseh királyság létrejöttét, akkor azt látjuk, hogy az a projektje volt a német-római császárnak, illetve a pápának Rómában. Tehát ők ketten együtt működve segítették ezeknek az államoknak a születését az ezredik év körül. És hát, azt követően pedig végül is sikeresen tudta olykor a pápa, olykor a császár szabotálni vagy korlátozni azoknak az uralkodóknak a működését, akik számukra nem megfelelő irányba terelték az országukat. Tehát volt olyan időszak, amikor a pápa is tudott mondatni például egy-egy uralkodót, mondjuk Portugáliában. Tehát ilyen értelemben felülről is korlátozó voltak az uralkodók, a feudális rendszer miatt, tehát a hűbéri rendszer miatt belülről is, és az voltak olyan területei ezeknek a középkori királyságoknak, amelyek olykor kiszakadtak, olykor csatlakoztak más entitásokhoz, tehát a határok nem voltak olyan mértékben kőbevésve, rögzítve, szerződések által tisztázva, mint a vesztfáliai szerződést követően. És emellett azt is fontos talán hangsúlyozni, hogy a városállamok szerepe jóval nagyobb volt, mint a modern korban. Tehát a városállamok gyakran független tényezők voltak, amelyek állam voltak az államon belül. Nem beszélve a rendekről és a különféle akár lovagrendekről, akár vallásos rendekről. Tehát mondjuk azt lehet tudni, hogy a 13. században azért Üldözte ki a magyar uralkodó a német lovagrendet a mai barcaság területéről, Erdélyből, mert ők ott egy államot akartak létrehozni az államban. Így vándoroltak aztán ők észak felé a Balti tengerpartjára, és hozták ott létre végül a német lovagrendet, a későbbi Paraszországnak a magját. Tehát ilyen vándortényezők, a ferencesek, a domonkosok, a városállamok, a különféle feudális szereplők, mind jelentős mértékben megkérdőjelezték a szuverenitását az uralkodónak, és nem véletlen az, hogy ez a fogalom egyáltalában a középkornak a hát lezárulta után tudott megjelenni a korai újkorban, és a középkorban ilyen fogalommal nem találkozunk, bár a csírái és a magvai megjelennek jogtudományi munkákban. Hogy néha színes adalékkal csak hogy ilyen, hát de ezt tudjuk, hogy a középkor ugye ilyen sok színi megvált, ezért is nem jó középkort mondani, de persze nem lehet hosszan. A, de a hatalomról szól a játék, ugye itt változóak a, a minőségek, és akkor történik egy hatalmi űr, ugye ez a 30 évsáború, egyébként egy brutális háború volt, tehát hogy 12 millió ember halt meg, de hogy a, a Németország a... lakossága az 21 millióról lecsökken nagyjából olyan 7-8 millióra. Kiürül el 30 óta, év alatt. a bal, és, De bocsánat, és hát az Magyarország is igaz, hogy az a török hódoltság alatt, de hogy ugye itt is Hát igen, egyébként a 30 éves háború nem túl azt dicsőséges bár... szerepben, nem tudom, Bruno Ostrománál elkéstünk egy kicsit, megint tudom én, de az is csak a Rákóczi oldal, de, de hogy, hogy igen, a, egyrészt elindul a vallási jelleggel, és utána a svédek is, ugye, akik erre jártak, és úgy gondolták, hogy milyen jó lesz, ha idáig tart, egy ideig protestánsként, amikor, de utána a katolikus oldalon. Nyilván ez az, azt okozza az emberekbe, hogy ja, értem, tehát, hogy, hogy ez mégsem annyira mély dolog, hogy most, tehát nem vallásháború, Elfogy az ember, hogy az erő, és akkor létre lehet, lehet hozni egy újat. Mert nyilván ez a gondolat, hogy a hatalmat húzunk magunkhoz, ez nem volt addig lehetséges, vagyis akkor lehetséges, kitelejék az, hogy a hatalmat hatalommal lehet uralni, hozzuk létre sárt hatalmat, és hozzuk létre a három hatalmi ágot, hozzuk létre a szuverenitást, ami nem a nacionalizmus, mert az később talán Napóleon az, aki igazán behozza a képbe. És itt tartunk most, ez a Veszfárjai béke, jól értem, csak hogy így, így magamnak algoritmikusan lefordítva. Hát a 19. század, illetve a nacionalizmus, ez biztos, hogy már jóval a veszfáliai békeszerződés utáni fejlemény, az, és végül. azt is lehet talán állítani. Csak azt mondtam, hogy a szuverenitás, ne keverjük ez, amiket itt beszélünk, itt minden volt nacionalizmus. Tehát, hogy ez, uh -huh. ezek a régiók, hogy nem tudom, a, a Bretagne kontra Bordeaux, Bordó kontra a Baszk, azok nem nacionalista alapon, hanem akár egy más rendszerek, például, hogy városállam vagy, hogy milyen joga volt. Így van, vagy akár nyelvi megnemértésből fakadtak olyan konfliktusok, amiket igazából csak aztán a modern nemzetállam tudott valamilyen módon orvosolni. Tehát az, hogy Franciaországon belül mondjuk a bretonok, meg a provanszálok, meg a baszkok nem értették meg egymást nyelvileg, az okozhatott olyan surlódásokat, ami miatt igazából a középkori Franciaország jobban emlékeztetett mondjuk a mai Európai Unióra, mint a mai Franciaországra. Hát a közös nyelv az alapvetően hiányzott, és azt szokták mondani, hogy a közös nyelv, illetve a nacionalizmus létrejött annak egy Előfeltétele végül is a, az abszolutizmus, hiszen az abszolutizmus három intézménnyel, a, az iskolával, a hadsereggel, illetve a börtönökkel hozza létre a francia nemzetet a 19. századi nacionalizmus értelmében. A börtönökkel De... miért? A börtönök is úgy működtek, mint ahogy, a, ahogy az összes modern intézmény, tehát gyakran nagyon messzire vitték el a rabokat, kiszagították azokból a társadalmi közegekből, ahol ők egyébként a problémákat okozták, és ezzel próbálták volna elejét venni hasonló problémák hát szárba szökkenésének. Tehát, hát, hogy alapvetően a társadalom mozgatása, tehát a az olyan horizontális tudatformák kialakulása, az, mint amilyen a nemzet, szükség van egy bizonyos fokú mobilizációra. És ezt a, ezt a mobilitást először az államokon belül az abszolutizmus ezzel a három intézménnyel, a nemzettévállás három kohójával tudta megteremteni. És hogy hadd vissza gyorsan két most ebben az évadban levő korábbi adásunkra, milyen érdekes, hogy, hogy Szejfó már ugye az arab világról szóló beszélgetésünkben nagyjából ugyanezeket mondja, hogy rengeteg helyen ott perma is ugye ugyanez a felállás, hogy a törzsi rendszer az tulajdonképpen megkérdőjelezi az IAZ adott ország miniszterelnökének, vagy, vagy bármilyen vezetőjének a hatalmát. Tehát, hogy azért nincs olyan nap alatt, hiszen ez ma is létezik a világnak egy másik pontján, ami nincs is annyira messze. Hát Illet... igen, ő azt mesélte, csak ki visszautava, de uh, bocsánat, hogy hogy van egy vezető, aki ugye adhat koronát bármit, vagy lehet miniszterelnök, de az ő hatalma attól függ, hogy mekkora hatalmat ad az alatt a lévőknek, de ha túl sokat ad ő jelentéktelen válik, és nagy ne, nem kanosszajárás és pápa, viszont akár le is mondatta valaki, és ez a játék, és hogy az a szó, hogy demokrácia miért jelent más egy arab országban, mint mondjuk itt, mert más a logika, nem azért, mert jobb vagy rosszabb, és ez kicsit valóban ez a középkori logikákra emlékeztet. Igen, a másik, meg ugye, amiről a, a szilveszteri vagy új évi adásban beszél hogy ez az emberiség legbékésebb százada, hogy valóban, amit ugye mondtok, hogy, hogy egy 21 milliós ország 8 millióra csökken, vagy ami tényleg Magyarországgal is előfordult, ami egy kicsit oldalvágással van, ugye itt a mi anyacégünknek, a Cser könyvkiadónak egy nagyon szép bestiárium hungarikum című könyve, ami a magyar népléleknek a szörnyei gyűjti össze, és az az érdekes, hogy végigolvasod a könyvet, és azt látod, hogy minden felvidék vagy erdély gyakorlatilag a 500 évvel ezelőtti Magyarország, amikor mondjuk ez így kialakult, akkor nem nagyon lakott itt senki ezen a területen, amit mi most Magyarországnak veszünk. És hogy hát ehhez képest ma hiába gondoljuk, hogy mennyire brutális és véres ez az évszázadunk, de ehhez képest sokkal véresebb volt az, meg hát igen, ez az egész nemzet, nemzet kialakulásnak az előfeltétele. Na, de hát akkor most evezhetünk át arra a témára, hogy dehogy akkor ezek szerint ez az éra, ami, amit abszolutizmussal lehetett jellemezni, aztán nemzetállamokkal, ennek szépen lassan vége van. És ezt valóban látjuk, hiszen a szintén általunk is sokszor megbeszélt Elmúlt időszaknak mondjuk a járványhelyzet és az európai háború, vagy az ukrán-orosz háború kapcsán. Ugye szintén azt látjuk, hogy most már a járványnál is az egész földgolyó nagyjából egy irányba beállt. Türkmenisztánt és Észak-Koreát leszámítva talán meglepően rövid idő alatt, és hogy ennél a háborúnál is az, hogy a nyilatkozatok szintjén ki mit gondol, az egy dolog, de hogy azért nagyjából legalábbis egy Európa méretű terület az úgy kör, körülbelül azért egy irányba megy hirtelen. Tehát, hogy az, hogy a nemzetállamok külön-külön aktorai legyenek a nagy politika vagy a nagy globális kérdések alakításának, az úgy nem nagyon van, de hát nem is nagyon lenne logikus, nem? Hát igen, tehát az Európai Unió létrejött nagyrészt egy olyan igénynek, igényre volt válasz, hogy egyrészt legyen vége a háborúknak Európán belül, másrészt pedig ráébredtek arra a második világháborút követően az ilyen közepes méretű európai államok, mint amilyen Franciaország és Németország, hogy önállóan már a versenyt egy ilyen Szovjetunió-szerű és Egyesült Államok-szerű verseny közepén nem fogják állni. Tehát ők, hogyha mondjuk Kínával hosszú távon, Indiával, Egyesült Államokkal és Oroszországgal, kell megmérettessenek, ahhoz össze kell valamilyen módon fogniuk. Tehát ez a fajta egyfelé állás, vagy legalábbis egy irányba a tájékozódás ebből is fakad, hogy nem csak a európai kontinens pacifikálása, hanem ez a fajta együttes fellépés is igény volt, amikor az európai integráció szárba szökkent, mondjuk az 50-es, 60-as évektől. Tehát ez valamelyest magyarázza ezt. De hát ugye magát az Európai Uniót is szokás úgy értelmezni, mint ami egy egy ilyen poszt-westfáliai rendszernek egy új középkori szereplője. Hiszen, hogyha megpróbáljuk értelmezni az Európai Unió működési mechanizmusait, akkor azt látjuk, hogy nagyon nehezen leírható azzal a fajta liberális demokratikus, westfáliai állami elméleti kerettel, amit az államokra előként elég sikeresen lehet használni. Tehát például, hogyha az ember megpróbál megnézni, hogy a bizottság, a tanács, meg a parlament közül melyik csinálja a törvényhozást, melyik a végrehajtást, akkor azt látjuk, hogy hát nagyjából mindegy, mindegyiket csinálja, tehát ennek az elválasztásnak az EU szintjén nem sok értelme van. És amikor azt mondják, De azért az meg majd főként ki csinálja, tehát azért a hagyományos szerepeket szétosztották, nem? Hát például a parlament, aminek ugye végül is azt mondhatjuk, hogy hagyományosan szerepe volna a törvényhozás, szinte majdnem, hogy a legkevésbé vesz benne részt a tanácshoz, meg a bizottsághoz képest. Hát ezért mondják azt politika tudósok, hogy az EU-val Foglalkoznak, hogy ezek a kategóriák azért, azért nem résmentesen illeszthetők az euró, finoman fogalmazva. És hát arról nem beszélve, hogy nincs is erőszak szervezete, ami kikényszeríthetné ezt a, a törvényeknek a betartását? Na, az egy, ez ismét egy érdekes kérdés. Mindenesetre azok a szerzők viszont, a leginkább olasz szerzők, akik megpróbálják enélkül a vestfáliai elfogultság nélkül elemezni az Európai Uniót, akkor ők azt mondják, hogy a simán leírjuk, hogy melyik szerv mit csinál, akkor végül is valami fajta, hát ilyen vegyes alkotmányos rendszer találunk, ami megint csak a középkorban volt népszerű, középkori királyságban. tehát van egy olyan szerv, aminek az a feladata, hogy az egészet az európai közösséget képviselje, ugye ez a bizottság, van egy olyan szerv, aminek a feladata az, hogy a keveseket képviselje, azt a 27 tagállamot a vezetőiken keresztül, ugye ez a tanács, és van egy olyan szerv, aminek a feladata az, hogy képviselje a polgárokat, ez az Európai Parlament. És ez nem a funkcionális monteskiői hatalmi ágak szétválasztása logika, hanem sokkal inkább egy reprezentatív logika, ami alapvetően a középkori alkotmányos elméletek, egyébként ókori Fusoktól származó középori alkotmányos elméletekre hasonlít, ami azt mondja ki, hogy a királyság, hogyha jól kell, hogy működjön, akkor kell legyen egy entitás, ami képviseli a koronát, az egészet, a királyságot, kell legyen valamilyen, valamilyen jele a kevesek uralmának, a legjobbak, az arisztokraták is képviselve kell legyenek, és természetesen valami fajta népuralomra is szükség van, tehát a demokratikus, az arisztokratikus és a monarchikus jegyeket ötvözve lehet létrehozni egy jó vegyes alkotmányt. És az Európai Unió egészét nézzük, akkor azt látjuk, hogy inkább ilyen logika mentén írható ilyen reprezentatív logika írható le az egész, mint sem a Westfáliai hatalmi ágak szétválasztása, liberális demokrácia, reprezentáció, képviselet logikájával. Úgyhogy ez önmagában egy egy, egy sajátos tulajdonsága az EU-nak, és van olyan szerző, például a Gian Domenico Maione, aki azt mondja, hogy ez azért van így, mert az európai társadalom maga, tehát az EU társadalma, az lényegesen primitívebb vagy egyszerűbb, mint a tagállamok társadalmai. Ez azt jelenti, hogy Nincsen közös európai politikai kultúra, nincsen közös nyelv, vagy ha van, mint amilyen az angol, az kicsit úgy működik, mint a középkori latin, hogyha senki sem anyanyelvi szinten Igen. beszéli. Lassan már tényleg nem, ugye a Brexit után az Európai Unión belül. Hát nem, hogy lassan, hanem tényleg nem. Hát ja. az írek. Ja, meg innyien, a máltánt hivatalos nyelv az nem angol. Úgyhogy beszélnek. <laughs> Milyen nyelvet fedezzük ezt, lingva-frankának kérdésemre francia? Nem, de, de lehet Csak ezt akartam igen, még mondani, hogy alapvetően mivel a társadalom maga inkább emlékeztet egy olyan társadalomra, amilyen volt a középkori francia, a töredezettséget tekintve, a soknyelvűséget tekintve, a közös politikai kultúra hiányát tekintve, ezért nem meglepő módon maga az Európai Unió intézményrendszere is erre a kihívásra válaszol, és nem pedig másolja a tagállamok politikai rendszereit. Ezt, ezt én értem, és a. a... A, az is látszik ugye, hogy na, a környezeti kihívásoknak a súlyát nézném, ugye most pont arról beszélünk, a két nagy háború után történik egy új logika, hogy lehetőleg ne legyen ilyen, vagy hogy lehet jól csinálni. A 30 éves Bocsánat, háború után is. Ja, azt hittem itt már a világháború második világháborúra gondolsz. De a másik nagy háború, és az után történik egy ilyen mély levegővétel, hogy na, mi lenne a jobban csinálnánk aztán. De azt, azt történik, hogy lehet, hogy ez az szervezett szociológiailag ez a működési logika, tehát hogyha nagy számú szereplőnek próbálsz minél nagyobb szabadságot megadni, de a megfelelő pontokunkat beszélnek, hogy egy ilyen laza hálóval tudsz lenni, ami azt jelenti, hogy nem mutatod meg neki a láncokat, de ha kell, akkor mégis van, mert másképp nem vagyunk egyhajóban, de azért mindenki a maga ritmusában nevezzen, és ez egy közeledés távolodás tánc, ami az Európai, de jön egy nagyobb nyomás mondjuk az ukrán-orosz háború, amikor azért az látszik, hogy pont ez a primitíve, ennek gondolt külpolitika jóval nagyot fejlődött és nagyot hirtelen uh, súlya lett a szavaknak. Tehát nyilván olyan helyzetekben csak ajánlás, csak hirtelen, és ezzel is vívunk most. Tehát ugye nem lehet, hogy nem arról van szó, hogy ez középkorias, hanem egyszerűen így lehet egy uh, nagyon tudattal rendelkező egyének csoportját, most egyének hívjuk egy országot menedzselni. Abszolút, tehát ez az új középkori elmélet tekinthető egyfajta munkahipotézisnek, ami megpróbál úgy közelhozni bizonyos témákat, ami ami hát ismerős lehet akár korábbi történelmi korszakokból, de hát azért lehet ismerős, meg azért nyúl hasonló megoldásokat az Európai Unió, mert bizonyos strukturális hasonlóságok mutatkoznak az uh -huh. Európai Unió, és egy olyan rezsim között, ami mondjuk egy ilyen nagyon sok tényezős helyzetbe kellett működjön az élet középkorban. Uh -huh. Igen mond, vagy mondjam én. Mert hogy én ezt, én ezt, az egészet próbálom úgy felfogni, és közben mindig hangsúlyozni, hogy, hogy senki ne borulátóan vegye majd, ha az lesz a címe ennek az adásnak, hogy új középkor érkezik, vagy valami hasonló hangzatos dolog. Tehát én imádom a hogy, középkor. Tulajdon, mert hogy vagy. majd erről is beszéljünk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy olyan rossz volt akkor élni például, de hogy én a, én a közigazgatási oldalról próbálnám ezt megfogni vagy értelmezni, hogy kicsit olyan érzésem van, hogy ha optimisták vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy ahogy a társadalom szerkezet meg a világ változik, az ehhez kapcsolatos szervezési igényekre válaszol tulajdonképpen a, a világnak a struktúrája, és hogy miután, hogyha tényleg azt veszük, hogy a a, ebben a középkorban, amit annak hívunk, még nem volt feltétlenül annyi ember, hogy nagyon szükség lett volna egy ilyen igazán precíz nyilvántartásra és szervezésre. Utána jöttek a nemzetállamok, ugye, ahogy itt is szoktuk mondani, hogy igazából a monarchia szervezte meg Magyarországon úgy a közigazgatást az anyakönyvektől kezdve, nem tudom. Na de most meg eljutottunk odáig, hogy a Google többet tud már rólunk, mint a magyar állam. Tehát, hogy valójában a közigazgatási, nem tudom, szerepek, azok szépen lassan kikerülnek az államoknak a kezdeni mert hogy, mert hogy bajban lennénk, hogyha, hogyha nem tudna rólunk többet adott esetben a Google, vagy egy csomó ilyen globális vállalkozás, és hogy egy picit lehet-e, hogy, hogy, hogy ez történik most, hogy erre válaszol majd a politikai rendszer is, meg az államszervezeti rendszer, hogy hát most már így annak... Egyszerűen elmúlt az ideje, hogy mindent az állam tudjon rólunk, és mindent ő szervezzen meg, mert hát a csomó adásunkban, hogy az oktatás is megy majd át szépen lassan egy globális dologba, ha angolul akarsz tanulni, egyszerűbb egy londonival online csinálnod, mint Magyarországon az állami jogt és nem sorolom tovább. Tehát, hogy ezt, ezt optimistán inkább így érdemes nézni, nem? Én valóban, közi, hogy nem értek, ezt, ezt szeretném leszögezni, de az biztos, hogy az ilyen szereplők, mint amilyen a Google, vagy mint amilyen a Facebook olyan tőkével rendelkeznek, tudástőkével, meg információval, meg adathalmazzal, amivel nagyon nehezen tudne versenyezni egy, egy nemzetállam, vagy egy hagyományosabb állam, akár nem is csak közepes méretű, nagy állam, és emiatt is mondják azt, hogy valóban ismét úgy tűnik, hogy hát az államok nem a kizárólagos aktorai nemzetközi rendszernek, de most már nagyon nem a 21. század elején, hiszen az ilyen szereplők, mint amilyenek ezek a multinacionális vállalatok, mint amilyenek a Google, vagy mint amilyenek a Facebook, Hát komoly kihívást, és akár a külpolitikai vagy a gazdaságpolitikai pályának a komoly módosulását tudják előidézni egy államnak, éppen emiatt a többlet tudás és információ halmaz miatt, amivel ők operálnak. Igen, de viszont ezeknek a szereplőknek az összessége pont szövetségben, most nézzük, ne a háborúra való reakció de mondjuk a média szabályozása és az, hogy mondjuk az adatvagyonnal, hogy gazdálkodunk, privacy jogok, most már három modellünk, kínai, európai, amerikai, egyik ezért, másik azért más. Az rad látszik, hogy egyben fölépve igenis a saját nyelvére próbálja fordítani, és nyilván csiki-csuki játék, de felállít elvárásokat, és ezeket a szereplőket, akik Facebook, Google, akikről beszéltünk, mégiscsak valahogy megszabályozza, hogy maga a világára fogja fordítani. Azt, hogy miért nem saját Googleünk van, az most mindegy. Hát a... esetében egy frappáns megoldás az, hogy ugye, egyszerű, úgy kiszabályozták őket az országból, de hát ez hát is ugye itt A problematika, hát mert a középkor is erről szól, hogy ez, ahogy mondtad, de ez a függőségek kölcsönös rendszere, függőségek és lojalitások rendszere, hogy azt nem akarjuk, hogy azt mondja a Facebook, hogy jó, akkor bár továbbra is nem tudnánk csinálni sajátot, de az sem, hogy azt csináljon, amit akar. És végül is erről beszélünk most folyamatosan, hogy azt akarom, hogy, hogy szolgáljon nekem, de, de ne csinálja meg bármit, amit akar, de ez egy globalizált világ. Tehát ugye történik az, hogy a közösségek, ha jól értem, te erre célozgat, hogy ugye elindul egy 400 fős közösség, mondjuk egy 5000 fős városállam, nemzetállam, és a globalizáció most már nagyobbak kell játszani, ha azt mondom, hogy a klímaváltozással akarok valahogy reagálni, meg ilyesmi, és akkor egyre több a szereplőm, akik nyilván már annyira káoszban vannak, hogy akkor vagy egy diktatúrát adok létre, robotok tömegét, vagy ezeket a játékokat játszom, csak szerintem nagy különbség azért van a középkor, például mondtad, hogy nyelvi korlát, itt most nincs nyelvi korlát. Azt mondom, hogy a világ érzékelésének lehetősége, hogy, hogy, hogy a, a, digitális eszközökkel mit tudok tenni távol, ezek nagyon mások, nem a középkor ellenágával, mert szeretem, bár szerintem nem volt jó akkor jönni, de, de hogy, hogy mégis más, és engem ez érdekel, hogy, 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 miben más ez a játék most, és azt érzékelem, hogy te valamelyre a civil szervezeteket kúcs tartod -e mi ebben, és ez miért? Hát azért, mert ugye a civil szervezetek, illetve a NGO-k eléggé úgy működnek, ahogy például középkori vallásos rendek tudtak működni. Tehát több különböző államban mégis összefüggően képesek operálni, gyakran a célok is valamelyest összehangoltak, ez nem mindig van így, hanem sokszor a helyi viszonyokhoz kell őket illeszteni, de az biztos, hogy strukturális értelemben valami fajta hasonlóság közöttük kirajzolódik, azzal együtt, hogy egyetértek, hogy valóban az információnak a bősége, illetve az áramlása az, hogy a nyelvi korlátok jóval kevesebb akadályt jelentenek, mint korábban, és már nem csak a nagyon szűk, elitnek a Európára vetítve latin tudása miatt létezik ez a fajta átjárhatóság. Ez nagyon sok mindent megváltoztat. Uh -huh. Itt a, ez, a, ez a új középkori megközelítés inkább ugye a nemzetközi politika elmélet és az államok egymáshoz való viszonya a nemzetközi rendszer szemszögéből értelmezendő ebben a modellben, amit én használok. De majd kitérhetünk másfajta új középkori modellekre is, tehát például a kultúra területén uh -huh. is megfogalmazottak ilyenek, aztán ugye sokan a járvány kapcsán a azt mondták, hogy hát biológiai értelemben is beszélhetünk itt a, a, az új középkornak a tehát Igen, az. Bár, eszter... ezek, bár ezek mindig elkezdenek veszélyes területek Igen, lenni, Igen. finoman behiorizmus, másrészt nácizmus, de az előbbi, hogy szerintem ez lehet, ugye ez is egy csiki-csuki, hogy el, említettem Lokkot néhány perce, ugye a társadalmi szerződésen is hogy elvárom majd hogy az szolgáltassa ezeket, vagy sem. És ugye a buli az, hogy én azt mondom, hogy megadom a, a tiszteletet, a jogokat az államnak, a kötelezettség, cserébe az állam megcsinálja az oktatást, vagy sem, vagy azt mondom, hogy rendben nem csinálod meg az oktatást, meg az egészségügyet, hanem majd megoldom magát, akkor miért adjam meg a jogokat, például miért fizessek TB-t, ha úgyis magárendelőd megyek, kérem a fizetésem egyharmadát az elmúlt húsz évből, és majd én megoldom. Van egy társadalmi szerés, és van egy izé, és ez, ez, a kérdés, ez a szolgáltató állam, nem vagy hogy mennyire teljesíti, Szerintem ez a szuverén dolog, ez ez, hogy ez oldódik föl, mert nagyon sok mindent a big tech cége úgy jobban teljesítenek. Ezt akarom mondani, hogy kivel kötöd ezt a szerződést. Tehát, hogyha, hogy ahogy a multinacionalis vállalatok logikája is az, hogy neki elég egy regionális központ, ez mondjuk az orvoslásban még nincs így, de hogy simán a, ezt is boncolgattuk még az előző évad egyik adásában, hogy azért eljöhet nem olyan sokára az a pillanat, amikor mondjuk a géntechnológiával megsegített személyre szabott orvoslásnál mondjuk neked egy regionális központba kell beküldeni majd azt a leletet, és onnan megkapod a saját gyógyszert onnantól már ugye a, a, az akut baleseti ellátást leszámítva ezt a szerződést te nem a magyar állammal kötöd meg, hanem azzal a nemzetközi céggel, akinek lehet, hogy Prágában vagy Bécsben lesz. Csak a egy apró az Amazon tavaly elindította ennek a tesztizemódját, módját. Tehát mi még nem tudunk előfizetni, de lesz, hogy tudtunk. Oké. Okay. Ami egyébként nyilván nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség semmilyen szinten sem egy, egy úgymond nemzeti vagy kulturális közösségnek a valamilyen fajta szerveződésére, csak messze nem olyan keretek között, és hogy hogy ugye pont ez a közös kulturális kincs, hogyha, amit, amit mondasz, hogy itt is talán van egy olyan párhuzam, nem? Hogy nagyon laikusként azt gondolnám, hogy az említett középkorban ugye a közös kulturális alap az a kereszténység volt, nagyjából amit kultúrának nevezhetünk, annak a jelentős szervező ereje az onnan jött. Most pedig megint lett egy, közben ugye volt egy nemzeti kultúra, és a nagyon profán példával ugye szoktuk itt is mondani, hogy amikor gyerekként a 80-as évekbe átmentünk Csehszlovákiába, akkor bementél egy boltba, és nem tudtad, milyen csokit kell venni, meg milyen nem tudom, mert minden más volt, 50 kilométeres távolságban is, hiszen annyira az állam, vagy az adott ország specifikus volt minden. Most viszont a mi gyerekeinknek megint csak egy olyan közös kultúrkincse van, hogy nagyjából mindenki ugyanazokat a videókat nézi a Youtube-on, egy-egy dolog 24 óra alatt körbe megy a földön, egy vicces trend, meg stb. Tehát most megint van, csak most már nem európai, hanem globális szinten egy olyan közös kulturális alapunk, ami jelenti a TikTokot, vagy a YouTube-ot, vagy a nem tudom, a sorozatokat a Netflixen. Csak ez azt is jelentheti, hogy mondjuk egy európai középosztálybeli családban valóban ez van, hogy mindegy, hogy Franciaországban él az illető, vagy Stockholmban vagy Budapesten, ez az élmény, ez közös, de mondjuk Magyarországon belül, hogyha egy másik társadalmi réteggel akar az ember kommunikálni, ott már viszont ez a gárdez gyökeresen más. És akkor itt jön a városállam kérdés, nem? Hát... Uh hogy Jó. ez most is mennyire megvan. Tehát most is mennyire más egy, egy, egy élmény Pécset, Szegeden, pláne Budapesten a kétmilliósban, mint egy, ami szintén az örök kedvenc példám, akár megyes urányban, ahol amit elkünk van itt a Szentendré szigeten, lég van abban 25 kilométerre innen a 11. kerülettől, ahol most ülünk, és nem azért, mert hogy kulturálisan ott kevésbé lenne, tehát hogy ott butább emberek lennének, vagy kevésbé tájékozott emberek, hanem hát a napi életritmus tök más egy 2000 fős településen, mint egy kétmilliós településen. Ahol egyébként majd lett élő jövőzenés. Az, hogy, hogy, folyamatosan megyünk fölfelé, és ezek a közös élmények, de ugye kevés fix pont van már, legyen az egyik mondjuk egy kultúrkincs, legyen az egyik mondjuk a geolokáció, és nagyon most nem bár sem, de az önkormányzati szintű politikát szeretjük, és értem, és van a különbségek. De azt mondtad az előbb, és ez ö, ö, érteni vélem, hogy, hogy, hogy ugye primitívebb a, a az európai szint mint a nemzetállami, ugye kulturális Te hagyományok tapasztalatok, de európai... nem úgy primitívebb, hogy rosszabb, hanem hogy egy tanulási Egyszerű. folyamaton átesik, Mi. és most, most így, így gondolat kísérlet, haladunk valamiféle világkormányzás felé, mert valahogy csak együtt kell játszani. Tudom, hogy nem lesz meg... Hát ö, most én nem azt úgy vagy... értettem, hogy melyik nagy szereplő fogja elvinni ezt a bulit, de, de azért annyiban meg igen, hogy üzleti érdekek olyanok mentén, mert az is valamiféle világkormányzás, ha azt mondom, hogy ESG vagy ESG-nek hívott tőkékben nyomom a pénzt, vagy a fenntartható fejlődést, mint egy újfajta vallást meg nem mondjam, csak így mérgesítselek, de hogy, hogy mindegy, szerintem amúgy haladunk, mert anélkül nem fog menni, de ez biztos, hogy egy ilyen pont ilyen lesz, mint amikről eddig beszélünk, hogy egy szuperlaza, időnként erősen meghúzó jogokat megadó, hogy ott lehessen, azért megadja a jogokat, és időnként megpróbálja visszaszerezni a jogait. Tehát, hogy az elején nagyon primitív lesz az a világkormány, ha most lesz ilyen. Ezért érdemes szerintem ezt megértenünk, ezt a jászmát, hogy, hogy hogyha az EU is a kihívás alatt növekszik meg, tehát nyilván világkormány is csak akkor lehet, hogyha egy olyan kihívást érzékelünk, amire azt mondjuk, hogy egy ekkora szervezet nélkül nem tudjuk megoldani, mondjuk klímaváltozás. Érted a kérdésemet? Értem, értem, a kérdést, de lehet, hogy középkorászként és hát neomedievalizmussal foglalkozó politikus nehezen tudnék egy ennyire no, csak a hipotetikus jövőképet véleményezni akár, vagy csak bármit mondani uh -huh. róla. Úgyhogy először, mindjárt végig és először még válaszolnék a, a városállamok kérdésére, amit felvetettél. Mert valóban a városállamokat és a város a mostani városok közötti párhuzamat e nagyon sok neomedievalista felemlegeti, és elsősorban egyébként azért, mert ezek a nagyon nagy méretű metropoliszok, amik mondjuk az elmúlt száz évben jöttek létre, ezek sokszor kezdenek olyan fokú függetlenséget mutatni, mint amilyet mondjuk a középkor bizonyos századaiban néhány városállam, ami alapvetően azt jelenti, hogy teljesen más, hogy osztják el a javakat, logikusan, mert miért kellene egy 10 millió városnak hasonlóan működni egy nem tudom hány százmilliós vagy milliárdos országhoz. Tehát ez a fajta jövedelemelosztás teljesen más, és egyáltalában a, tehát a javaknak a, a megosztása. És emellett pedig elkezdenek valamifajta politikai függetlenedést is kiharcolni maguknak. Ugye, amikor a Brexit megtörtént, akkor egyből volt is szó arról, hogy hát Londonnak annak valahogy vissza kéne csatlakozni az Európai Unióba. Akkor vo volt arról szó, hogy mondjuk, ha megnézzük az Egyesült Államokat, hogy New York mennyiben nem úgy működik, mint az Egyesült Államokon belül, akár más városok, de inkább az állam egésze. Tehát ilyen értelemben a, a városállamok, illetve a metropoliszok között valami fajta párhuzamosság mutatkozik, és a szuverenitását az államoknak, amelyeknek a területén működnek ezek a a nagyon nagy városok olykor hát meg tudják kérdőjelezni, vagy hát prioritást élvez az, hogy a nekik megfelelő döntés szülessen, akár országos szinten is. Tehát ezt szokták felemlegetni mondjuk a városállamok tekintetében. Hogyne, hát, hát önmagában az a tény, ugye, amit itt Magyarországon is érzékelünk, hogy a az ország egésze az nem tudom, a Európai Unió 27 tagállamából valahol a 24. vagy 20 akárhányadik környékén van jövedelmi szempontból, Budapest meg benne van az első 25 ban ami persze nem azt jelenti, hogy itt az életminőség annyival jobb lenne, hiszen minden annyival drágább is. Tehát, hogy itt lakni az pont annyival drágább, amennyivel nagyobb a fizetés. De a kormányzás módjának nagyon más kell lenni általában egy ilyen területen, mint egy hát nagy területen. Meg az elérhető van. szolgáltatások vagy a kultúra, ugye itt az a kérdés, hogy van nekünk egy erős urbanizációs folyamatunk, ugye áramlanak az emberek a városokba, több emberem van, és hogy igazából az a kérdés, hogy uralom az embereket. Ha én New Yorki főpolgármester vagyok, hol azok az én embereim, vagy amerikai állampolgárok. És én azt mondom, hogy mivel. Annyira sűrű lakunk itt, mivel ők annyira gazdagok, mivel azokat az applikációkat használják, amiket mi fejlesztünk, és azokat a csereeszközöket, tehát az itt levő parkolóját adja cserébe egy hamburgerért, tehát már saját értékláncunk van, és minket már nem érdeke a nagyvilág, és hogyha ezt le tudja kommunikálni fölfelé, legalábbis súlya, hogy figyelj a szavazatomat ide adom, akkor hatalmi tényező válik, ezt értem. Akkor a kérdés, hogy van-e ettől New Yorki kultúra vagy politika, ami minden New Yorkira igaz, hogy az előbbinél lesz, mondtuk. Tehát, hogy a, itt a városállamoknál szerintem ez a gond, hogy kulturálisan vagy szellemileg akkor is valahova tart. Tehát mekkora az a méret, ahol saját, még a biológiai populációknak tudjuk azt a számot, amitől önfenntartó egy populáció, de a kultúránál én nem tudok ilyen számot, amitől marad meg egy kultúra. Már a New york gyakran a homoszepienszi külön alfajának tartják magukat, tehát ugye az önértelmezés szintjén van ilyesmi, de átérve a másik kérdésem, viszont ez a világkormány létrejötte, hogy ez, ami tényleg nagyon spekulatív, és amihez ez egyáltalán nem, értek, nem értek, értek, de azt, a, azt ugye érdemes látni, hogy az Európai Unió esetében említetted, hogy mivel nagy nyomás alá került például a pandémia idején, vagy külpolitikai vonalon az, az ukránok megtámadásakor, és akkor összezártak, ez igaz, de számos esetben azt látjuk, hogy az Európai Unió mindig a kihívásoknak megfelelően válaszol e, a problémákra. Tehát, hogyha megnézzük, akkor mondjuk az Európai Uniónak az egyik szuper képessége, és ezt egy Böröc József nevű szintén korvinuszos és a Rutgers Egyetemen is oktató kollégámtól veszem, az, hogy az Unió tud egyszerre 27 önálló entitásként is fellépni, de tud egy nagy tömbként is szerepelni. Tehát, hogyha mondjuk gazdasági tárgyalásokon, VTO tárgyalásokon kellett az Európai Uniónak megméretetnie magát, akkor tudott az USA-val együtt egy olyan tömböt kép, képezni, ami ugyan az emberiségnek egy nagyon kis szeretét fedi le lakosságát tekintve, de mondjuk a összbolygónak, a, a GDP-nek, az összbolygó GDP-nek egy igen nagy százalékát. És ez egy nagyon fontos Hát gazdasági súly. De hogyha nem erre van szükség, hanem arra, hogy minél több szavazata legyen az Európai Uniónak, akkor mondjuk az ENSZ-nek a közgyűlésében, vagy akár a biztonsági Tanácsban, ahol amíg Nagy-Britannia része volt, az EU-nak EU két szavazata volt, míg az USA-nak csak egy. És a, a közgyűlésben is 27 szavazata volt, mint az USA-nak, vagy Kínának, vagy Oroszországnak csak egy. Ezzel játszani, és nem mindig egy nagy tömként, egy nagy közösen kormányzott blokkként fellépni, ez volt az igazi, vagy ez az igazi erősség az Európai Uniónak, hogy ebben a nagyon képlékeny, posztvesztfáliai térben az egyetlen szintén képlékeny aktor, aki tudja váltogatni azt, De ez hogy most Tehát, hogy ez a jó viselkedés, hogy amikor kell szabadon hagylak, uh -huh amikor meg együtt kellünk, akkor meg lépünk együtt, és nyilván, hogyha valaki betartja ezt a szabályt, jó hely, de ez, ez jó működési modellnek. Hangzik. Igen, csak a, a, globális kormányzás tekintetében, és most nekem valamit ilyesmit el kellene képzelni, akkor sokkal inkább ilyen modell tűnik valószínűleg, hogy mm. amit feltétlenül szükséges, azt megkísérlik megoldani ilyen globális szinten, és amit nem, az pedig a szubszidiaritás elve mentén azon a szinten kezelik, ahol annak értelme van. Tehát talán igen. Igen, ennek, ennek tulajdonképpen látjuk olyan szempontból a csiráit, hogy most nincs még hozzá kormány, de hogy ennyiben én sem félek ettől a világkormány dologtól, hiszen én is ezt úgy fognám fel, hogy ez nem azt jelenti, hogy majd akkor nem, hogy Brüsszelbe, de New Yorkba fogják megmondani, hogy milyen legyen az uborka görbülete, hanem, hanem valójában ennek tényleg elég azzal foglalkoznia, amit nem is nagyon lehet másképpen megoldani. Pláne, hogyha, és akkor itt jön még egy ilyen gondolatom nekem, hogy hogy ahogy mondott, hogy Amerika felfedezése jelentette a, mondjuk az egyik elmélet szerint a középkor végét. Na most meg a, egy olyan élethelyzetben vagyunk, vagy olyan történelmi pillanatban, amikor elkezdjük az univerzumot sokkal inkább megismerni, mint eddig bármikor, amikor lehetőségünk van, és hogy akár még itt is lehet egy analógia, bár csak felfedeznénk valami érdekeset különben, nem tudjuk, hogy felfogunk e de hogy a megismerés lehetősége az sokkal nagyobb most ezekben az évtizedekben, meg innentől fogva, mint korábban volt, és lehet, hogy ez is befolyással tud majd lenni hát, erre az valami egész. Valamihez kötni fogják. Más kérdés, borzasztó vagyunk, és eléggé kicsesztünk magunkat egy csomóban. Tehát már ez a generációs elméleteket amúgy sem nagyon szeretem, de azért az a mindig bigyorgok, hogy úgy kezdtük, hogy XYZ, és akkor ott állsz a végén, és akkor elkezdett, hogy a tehát hogy annyira arrogáns, hogy ma ér véget, és akkor mondjuk középkor, újkor, modernkor, és a tász, és közben telik az idő, hogy mi legyen, oké, okay, posztmodernkor, de és akkor azért nem azt neki új nevet, mert elsütötted már mindent, akkor mi legyen. Új <s> igen, új akkor végre kezdhetjük előről, meg majd nyilván a generációknál is eljutunk majd oda, hogy X2, mert hogy ez egy körbe megy, száz év múlva, hogy hívjam a szegény generációkat, így, hogy, hát ez csak, az, bocsánat, de, az emberi agynak kell, nem, hogy valami ilyen katuják legyenek, mert klasszikus kérdés, valójában a Black Sabbath volt-e az első heavy metal zenekar, pedig biztos volt ott Birminghamben, a szomszéd próbateremben is valaki, aki valami hasonlót játszott, csak hát akkor tudod de, elhelyezni, ha azt mondod, hogy ezt a címkét ide rárakom. is. de ez kell is, és valószínűleg 50 év múlva, nem tudom, metaverzumos, víz alatti városos podcastben majd vitatkoznak, hogy ez az év volt, amikor megpillantottak, hogy nem, hanem én azt mondom, hogy az az arrogancia, hogy azt mondod, hogy generációba gondolkodok, és elkezdem számozni XYZ-től. Kezdhették volna számozni alfától akkor, és akkor izé. Hanem, ö, az, hogy de ezt működésben annyiban most is látjuk, és nem mondom, hogy az ENSZ világkormány, ö, de az ENSZ-nek a klímapolitikája most úgy néz ki, hogy azt mondja, tessék, gyűjjünk össze, most épp legutóbb ugye Dubajban, összeül egy csomó arc, és megnézik azt, hogy mi történt uh, ugye a Párizsi Klímaegyenzéni, ahol mi történik, összeül az ENSZ, annyi ereje van, hogy összegyűjtse az embereket, ami egyébként nagy erő, hogy oda tudsz ültetni azt az embereket, akik önkéntes vállalásokat tettek, hogy annak érdekében, hogy esetleg megéljük a következő én ezt és ezt fogom csinálni. Ez önkéntes vállalás, fölírod, se eltelik 12 év, és akkor most Dubajban megkérdezed, na ki hogy áll? Hí -hí. Na akkor ki most ha ezt mondom, egyrészt nagy hatalom, mert leültettem az asztalokat, erről beszélünk, ad egy szemléletmódot, ad egy irány, ki mondja azt, hogy a pocilistről lassan mondjunk le. Másrészt semmit nem csinál, csak azt mondta, hogy te mit szeretnél csinálni, és én azt kérem rajtad, hogy kész. Érted? Tehát, hogy, hogy ez egyfajta szuverenitás, vagy vagy, 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 szuverén, vagy abszolutizmus, vagy pont nem. És nekem ez tetszik, csak oda a kérdés, hogy mekkora populációnál értelmezhető működőképesen. Ez jó kérdés. Hát az ENSZ-t alapvetően a neomediaval és modellben úgy szokták leírni, mint ami picit hasonlít akár a középkori egyházhoz ennek a globális modern megfelelője, mert hogy nem rendelkezik igazándiból a kemény hatalommal, hanem helyette azt lehet mondani, hogy ahogy a középkorban a pápaság valamilyen módon elveket próbált számon kérni a különféle európai társadalmakon, úgy ma az ENSZ például az emberi jogokat prédikálja, és ennek megfelelően mondjuk az Európai Uniót lehet tekinteni akár a ENSZ legidősebb leányának, ahogy a katolikus egyház legidősebb leánya, ugye Franciaország, mert ezen a területen az EU-t az EU teljesített túl, vagy teljesített a legjobban, ilyen meg is kapta a Béke nobel díjat 2012-ben, amit én szoktam viccesen úgy magyarázni a hallgatóimnak, hogy ez a modern kor, vagy a posztmodern kornak a szentélyavatásának is tekinthető végül is. Igen, Tehát, ezek hogy jó analogiát. az ENS, az ensz gondolkodhatunk úgy, mint egy ilyen szereplőről, aki egyfajta, akivel kapcsolatban megkérdezhetné, ugye Stalin, hogy hát hány hadosztálya van, mint ahogy a pápával kapcsolatban is megkérdezte, és vannak ennél kemény korlátai, felső korlátai az állami szuverenitásnak, mint amilyen például mondjuk egy a már emlegetett multinacionalis vállalat. Tehát ilyen szempontból az ensz hogyha valamihez hasonlítani kell a középkori szereplők közül, akkor jellemzően a középkori katolikus egyházhoz hasonlítják, és ennek a, az oka az, hogy alapvetően egy ilyen felső univerzalizmusként jelenik meg. Ugye azt mondják ezek a e, neomediaval is gondolkodók, hogy van igazándiból a középkori királyságoknak két őket felülről korlátozó univerzalizmusa, császár, pápa, és ezek közül a spirituálisabb, a kicsit hát gyengébb vagy softabb, puhább hatalommal rendelkező, az ma az ENSZ lehetne is a középkorban a pápa. Akkor, akkor ezért villant fel a szemedem, amikor mondtam, hogy a fenntartató fejlődésből vallást csinálunk. De a, a neomedievalizmus végig tudtam futni rajta ezért, ez hát ugye az angol mediávának a, a játszása, jó, oké, tehát én nem, nem latinosan kell küzdeni vele. Szóval azt, azt nagyon szeretem ezt a szimbolikát, megjátékokat, bár még mindig nem győztem meg a szerzetesrendek és NGO hasonlatosságáról, mert ugye nem mindegy, hogy az élet mekkora részét szabályozod. Uh -huh. De, de. Mit tudunk akkor tanulni ebből? Azt látjuk, hogy, hogy működött, amikor kellett létrejött, amikor kell kicsit levetjük, újra hogy, hogy vannak-e szerinted olyan üzenetei ennek a, a, logikai rendszernek, amiben most így kutatsz, amit ma tudnánk, hogy tanulságként, na figyelj, akkor ezért csináljuk azt, hogy a Facebookot nevezzük szenté, vagy pont ne tegyük az év, vagy érted? Tehát, hogy, Uh, Van-e olyan, akkor szereplőket felcímkézzük, aki nagyon kiló, vagy hozzunk létre új szereplőt, aki nincs, vagy minden tökéletes úgy, van? <gül> <gül> minden létező a világok de ez. Ugye a probléma az egészen nyilván az, hogy ahogy ezt a beszélgetés elején is elkezdtük, és ilyen szempontból végül is lehet keretes a szerkezet. Hogy de hát a kö... még akarok kérdezni. Jó, most nem lesz. Akkor csak elmondom, <laughs> hogy a közép kort, mint ezer éves korszakot, amúgy, tehát vagy akár annál hosszabb korszakot, hogy az elején láttuk, nagyon nehéz volna néhány jelzővel leírni, és nagyon nehéz volna azt mondani, hogy ennek a korszaknak ez és ez a tanulsága. Tehát önmagában, hogyha megnézzük azt, hogy a 90-es évek óta létező neomedievalizmus szakirodalom miket ír, hát egymásnak halálosan ellentmondó koncepciókat láttunk. Egyrészt van, aki azt mondja, hogy a középkor az egy sötét időszak volt, ahol az anarchia uralkodott, és ilyenkor jellemzően a korai középkorra gondol tehát a nyugat birodalom összeomlása utáni időszak, a népvándorlásoknak a kora. És akkor van, aki azt mondja, hogy a középkor egy nagyon rendezett korszak volt, ahol volt rend, világos volt az, hogy ki az a két univerzalizmus, aki a csúcsán áll az európai nemzetközi rendszernek, milyen szerepük van a királyságoknak, ezen belül, azon belül, mi az, amit megtehet és nem tehet meg egy hűbér úr, egy, föl, egy hűbéri rendszer, hogyan működik az államokon belül. Tehát egymásnak szögesen ellentmondó megközelítések voltak, ugye amikor azt mondjuk, hogy a középkor szerethető is, akkor abban benne van az, hogy a reneszánsz az egy középkori jelenség. Tehát a reneszánszt ma már inkább szokás úgy értelmezni, mint ami a középkornak a lezárása, és nem pedig valami radikálisan új, ami azzal teljesen szemben áll. Úgyhogy ilyen szempontból nehéz volna mondani valami nagy tanulságot, ami a középkor tanulsága is, amit egy egyben ráhúzhatnánk a jelenre. Emiatt miatt volna egy nagyon óvatos, amikor erre a kérdésedre próbálok válaszolni. Igen, de az analógiák meg azért nagyon fontosak mégiscsak, mert hogy, mert hogy pont az ilyen gond, tehát hogy az ember gondolkodás módja miatt az tök jó, amikor azt mondani, hogy egyrészt nem kell megijedni, mert tudunk analógiát mondani rá, ami egyébként működött. Másrészt pedig, hogy a, hogy a, a az annak a működési módszeréből következtethetünk arra, hogy vajon majd egyébként mi lesz később, és ha itt hoznám be a képbe, hogy mondod, a hány hadosztálya van, hogy Ugye ez is egy fontos kérdés, és most hirtelen próbálom felidézni, hogy a Szilágyi Ákosnál olvastam, vagy te mondtad, hogy a, ugye az állam kizárólagos joga a háborúzásra is most ebben a pillanatban olyan szétesőnek tűnik, hiszen, hiszen pont az orosz-ukrán háborúban az van, hogy hivatalosan nincs is háborúban, nem is álháborúban az a két ország, és pont mondjuk egy Wagner csoport típusú dolognál azt látod, hogy vannak szabad csapatok, amik tulajdonképpen függetlenek az államtól, vagy nem kizárólagos állami erőszak erőszakmonopólium van. Igen, az Ivan Krasztev szokta mondani, hogy ebben is látható, hogy egészen újfajta nemzetközi rendszerben élünk, hogy a háborúk azok nem hadüzenettel kezdődnek és békeszerződéssel záródnak le, hanem csak úgy elkezdődnek, tagadják a felek, hogy részt vennének ebben, legalábbis az egyik fél előfordul, hogy tagadja, és a végén pedig gyakran inkább azt lehet mondani, hogy a szavazó urnáknál dőlnek el, és nem pedig egy békeszerződéssel. De, de, az... de, ez a hidegháború, de ez is igaz. Igen, tehát a 45 utáni uh -huh. nemzetközi rendszer, Értem. az már uh -huh. ilyen. Tehát amikor mi a hagyományos háborúkat tanítjuk az iskolába, akkor az utolsó ilyen klasszikus háború, az csak a második világháború, de ami azután jön, és amire egyébként már 77-ben azt mondták nemzetközi kapcsolatok, elemzők, hogy az akár a neomedievalizmus vagy posztvesztfáliai címkékkel is leírható. Arra már ez igaz. Mert hogy hát a béke előtti időszakban is ez volt, nem, hogy ott nem állami hadseregek háborúztak, hanem különböző szabad csapatok, földes uraknak a bandériumai, meg nem tudom. Igen, tehát a, ezek a különféle zsoldos csapatok meghatározók voltak, és nem csak a középkorban, hanem egyébként még a, a 30 éves háborúkban is. Tehát az, hogy egy államnak a hadserege, annak a mérete, az nem pár tízezer fő, hanem több százezer fő, és van sorkötelezettség, ez is az abszolutizmusnak a vívmánya. Ez tényleg napoleónus. Igen. Mert nem volt elég hogy... 14. vajos egyébként már. már Igen, Igen. Ott már Igen. volt. Második fülöpnél is meg megjelent. Na, de hát ugye a sorkötelezettségnek, meg azért most már a világnak egy jó részén nagyjából vége. Ugye, pont most olvastam, hogy Szerbiába vissza akarják hozni, vagy vissza is fogják, mm -hmm. de az is csak egy négy hónapos kiképzést, vagy valami ilyesmit fog jelenteni. Tehát az a, az a klasszikus, amikor tényleg minden férfit elvisznek évekre katonának, az legalábbis a nyugati világban már nem annyira valószínű. És hát tényleg ez a szabad dolog, és ha most nem is az ukrán-orosz háborút veszük alapul, hanem azt, hogy mondjuk ez az említett, Wagner mit csinált Afrikában, uh -huh. hogy egy teljesen másik kontinensen megjelenik, és ott már ugyan, nyilván az orosz érdekek képviselőjeként, de hogy formálisan aztán már tényleg semmi köze nem volt, a, tehát annyi sem, mint, a, mint az orosz Ukránnál, ahol legalább különleges katonai műveletnek nevezik, tehát hogy ez, és ugye ugyanezt azért láttuk pont az afrikai kontinensen, de akár Ázsiában is az angolai konfliktusoktól, tehát rengeteg minden helyen, amikor államok küldtek valamilyen zsoldos csapatot, hogy akkor ez most tulajdonképpen ez lesz, hogy az állami hadseregek azok tulajdonképpen, már ha prognosztizáltok egyáltalán erről valamit, hogy ők ott vannak, mint valami megnyugtató erő, hogy igen, van nekünk hadseregünk, de hogyha konfliktus van, akkor valójában nem is ők a főszereplők? főszereplők azért még lehetnek, tehát az orosz hadseregről nehez volna azt állítani, hogy nem volna főszereplője ennek a háborúnak, amiről egyébként nyilván Oroszország bizonyos mértékben tagadja, hogy részt venne benne, vagy hogy ez háború lenne, ilyen különleges katonai hadműveletre hivatkozik. De az, hogy ezek a csapatok, ezeknek a szerepe fölértékelődik, az ez egy elég folyamatosnak tűnő tendencia. Megint csak hivatkoznunk kell Hedley Bult, meg az anarchikus társadalom című könyvét, 77. Ő ott az e 5 fokot sorol fel, hogy miért mondható az, hogy hogy talán ilyen új középkori irányba mozdulunk el. Nagyon sokat már megbeszéltünk itt is, úgyhogy ezeket nem sorolnám mind föl, de az egyik, amiről csak most beszélünk, ez a, ez a magánerőszak szervezetek megjelenése, a nemzetközi magánerőszak szervezetek megjelenése, tehát a Private International Violence az angol szó, amit uh -huh. ő, vagy kifejezés, amit ő erre használ, ami azt mutatja, hogy már 77-ben ez érzékelhető volt, és azok a szerzők, akik az ő nyomán haladnak, és a, az ő iskolájához tartoznak, és ezt a kérdést boncolgatják, jellemzően uh, aláhúzzák, hogy egyre ez az elem. Tehát, hogy ez egy ilyen fokozatosan erősödő jelenség, de a nemzetközi jellege ennek az, hogy olykor olyan helyeken vetettek be ilyen csapatokat, akár uh, nyugati államok is, amik hát messze voltak földrajzilag, ez már a 70-es években is látható volt. Tehát a, a Igen, de szerintem ez Kóter nem Wagner. politika filozófiai kérdés, hanem így két trend a fejlett országban. Egyrészt ugye az individualizmus, tehát hogy most az életem felett mennyire rendelkezik valaki, hogy megmondhatja, -e, hogy én menjek, és egy éles vágó a egy panos lesz, azért annyira nem főnököm, de még inkább a gazdasági nyomás, hogy valóban be kell vonulnom több millió emberrel egy területre és lerongyolnom, vagy egy gazdasági háborút vagy Afrikában egy bányához oda küldök 30 oldost, és azon a bányának a bevétele hozzám, én, és amúgy az az afrikai ország nem kell Oroszország, Amerika, bárki részt legyen, egy magánhadserege biztosítom ezt az egy pontszerű dolgot, ami kell nekem. Tehát, hogy már nem a föld és a izé, hanem egy adott dolgokra megyünk, és a Oroszág ezért a totális háború, ezért ö, ö, brutális, ugye ezért is brutális ez az orosz dolog, ami akkor is a, ez totálisan a második világháború előtti logika, hogy területet szerzek és elnyomók, az eszközeik is ugye azok, tehát hogy ezért. Jó, én nekem egy kérdésem van, bár tudom, hogy udvariasságból szokás mondani, de komolyan gondolom, hogy én erről nagyon hosszan tudnék és szeretnék beszélni, de azért van egy íve, oké, okay, és nem fogom tudni meggyártani a szót, hogy az új középkornak a korai, a középső, ugye azt mondtad az előbb, hogy mennyire különböznek és valóban különböznek a fejünkben, vagy a késői időszakát mondják a szerzők, hogy mi a felé közelítünk, vagy az írható le? Hát alapvetően az érett középkorhoz szokták, leginkább most a most 5 és nem a korai középkorhoz. De az királyrész volt. Igen. Na hát én ebbe akarok még belemenni, Egy, de előtte még belekapaszkodnék abba, amit mondasz, ugye van-e hatalma az államnak fölöttem, hogy mondjuk le is lövet, vagy szó, hogy menjek, menjek és áldozom föl az életemet, ugye ezt is sokan szok, szokták most mondani, hogy posztheroikus korban vagyunk, és Igen. talán ez is a középkorhoz hasonló, hiszen a, az, hogy te a országodért, nemzetedért az életedet áldozd, ez nagyjából abban a néhány száz évben volt egy reális alternatíva, ami az elmúlt néhány száz évben, mert hogy, mert hogy az, hogy most Azért egyre többen meggondolnák azt, egyre, ahogy mi is szoktunk erről sokat beszélgetni a podcastban, hogy egyre többet ér az emberi élet, mert meg lehet menteni. Tehát, hogy egyre inkább az van, hogy de hogy akarok én meghalni, és nagyon szeretem a hazámat, de azért ha most az a választási lehetőség lenne, akkor viszonylag kevesen lennénk, akik nem azt mondom, vagy na, szóval én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy nagyon sok mindent megtennék érte, de azért az életemet nem biztos, hogy odaadnám és hogy ez a középkorban is hasonlóan lehetett, azért, mert akkor nem is nagyon lehetett értelmezni azt, hogy te most Franciaországért hajhősi halált? Ez nehéz megmondani, megint csak azért, mert ugye hosszú időszak a középkor, de az biztos, hogy mondjuk, hogy a keresztes lovakat nézzük, akkor bennük igenis volt hősiesség. Oh. A középkori lovai kultúra az végül is maga a hősiesség. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ott mit jelentett, a, a, mit jelentett hősnek lenni, akkor az egyrészt jelentős kapcsolatokat ápolta az ókori hős fogalommal, ami nagyjából egy görög fogalom. Uh -huh. Amúgy, tehát a rossz fogalma, onnan származik, és a posztheroikus kor, ami mondjuk most megjelent, az mindig voltak posztheroikus korszakok, tehát az ókori Görögországban és a középkornak is voltak ilyen időszakai, ennek van is szakirodalma, de például az előbb említett Ivan Krasztevő azt mondja, hogy egy elég súlyos találatot kapott a posztheroikus kor ezzel az ukrán háborúval, mert hogy most úgy tűnt, és nagyon lelkesek is voltak európai fiatalok is az iránt, hogy hát valamilyen módon az ukránok a hősök, akik megvédik Európát egy egy mm -hmm. támadástól, tehát hogy a hősökre talán mégis szükség van, meg hogy a nemzet eszméje mégis mm. uh, fontos lehet, tehát a posztheroikus kor az egy tény, tehát a 89 utáni történelem, amit úgy is értelmezhetünk, mint amikor Európa elmegy nyaralni a történelemből, egy kicsit pihenni, azon holiday from history, ez a kifejezés, amit sokan használtak, hát, igen, igen. erre a 20 évre, ami 89 után következett, következett és arra Joggal alkalmazható ez a posztheroikus kor, de pont az ukrán háború az, ami ezt valamelyest megkérdőjelezi. Az én személyes véleményem, mert az, hogy a hősökre mindig szükség van. Igen, csak és nem hogy minden nem, miért adod de... azért? Tehát, hogy egy, egy földrengésben mondjuk elmész menteni embereket, de... és ott, ott életedet veszted, az egy, az az abszolút továbbra is egy szobrot érdemli. Éppen azért mondtam a kereszténységet, meg a keresztes háborúkat, mert ahogy említetted, hogy hát most neked miért kellene ma elfogadni az államnak a főségét, mm. akkor, hogyha nem biztos, hogy azonosulni tudsz vele, és ráadásul még az emberi jogaidat is csorbítja. Ugyanígy a középkorban sem volt automatikus, hogy a királyhoz kell hűnek lenni. Voltak olyan századok természetesen, de a hűség a király, a császár és a pápa között megoszlott. És ezért is mondtam, hogy a keresztes háborúk például, amikor a kereszténység áldozta valaki az életét, a sokkal inkább értelmezhető volt sokak számára, mint hogyha ugyanezt a király nevében, vagy a királyért kellett volna meg. Igen, igen, tehát hogy ez az az összetettség, amit mondtunk az elején, hogy szemlélni. Én, én azt gondolom inkább, és ez, ez, ez tök szuper dolog, hogy ugye most ez, van ez ócska hogy nem minden hős visel köpönyeget, de hogy a, 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 a hétköznapi hős, mint azok azért igenis, hogy a tűzoltó vagy az hmm. a, a jobban becsüljük, mert az életet jobban becsüljük, és a mindennapi önfeláldozások vagy hősiességek. Nyilván a háborúk mindig jót tesznek a hősejtnek, de az látszik, hogy amikor kell kinőnek. Tehát, hogy én nem gondolom, nyilván jóval racionálisabbak vagyunk. Az előbbi csak annyit tennék, hogy azért ma már, még hogy a számon is kér rajtam egy állam, azért is kerülnek előtte a magánhadseregek, mert mindenki nagyon jól lehet tudni, hogy a kikényszerített hűséggel mit érsz de egy keresztes háborúnál is oda kell rakni egy érdeket, mondjuk azt, hogy ott van egy csomó föld nélküli francia lovag, és akkor ott lesz földed. És akkor persze amúgy a pápa király, pontosabban nem király, de érted, jó arc, meg a szaracénok sem jó fejek, de az a birtok is kell. Ha én most engem azt mondja az állam, hogy menjek el harcolni, a harcértéken viszonylag mínusz tíz lenne. Nem is csak azért, mert az a nem tudom, egy hónapos katonai kiképzés, de a motiváció is. Mi az, akit mondjuk megtámadnak, ez azért nem könnyen nehéz analógiát mondni egy ukrán, de, de bármire, hogy nincs harcértéken. Érted? Tehát, hogy azért ez egy számítás is, hogy mit ér meg egy zsoros hadsereget, vagy egy profi kiber hadsereget használni, ha el akarok valóban élni valamit, vagy hát, ha engem küldenek oda egy, egy afrikai bányát felügyeljek, valószínűleg az első és kétszer popon billent, és azt mondja, hogy figyelj, akkor ne bocsia, még a pénzedet hagyd itt. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy kérheti az állam, hanem az tudomást kell venni, hogy már nincs harcértéked, hanem gazdasági értéked van, és ezért gazdasági háborúkat vívunk. Értem. Akkor viszont most én jövök azzal, amivel te is ezt lezártad volna, ezt az egész dolgot, vagy hát ezt az egyébként nagyon izgalmas beszélgetést. Mi szerint Zoli említetted a, a, sötét századot, és ugye a középkor kapcsán nem lehet kikerülni ezt, hogy sötét középkor, ez egy ilyen állandó jelzője a dolognak, de hogy azt is tisztáztuk, hogy csak egy része volt az, de az tényleg az volt, tehát rossz volt a középkorban lenni. 10. századra szokták ezt mondani, ez a székulum obscurum kifejezés latinul, de nagyjából csak arra a századra, tehát a tizedikre alkalmazzák egyöntetűen a történészek, vagy hát a korabeli krónikások is. Ugye ez volt Igen, a század. Tehát ezt már akkor ők maguk is úgy élték meg? Az egyháztörténet például így hivatkozott már a következő században is, azt hiszem erre a századra. De ami fontos tudni, hogy ez volt az az időszak, amikor északról a vikingek, keletről a magyarok, délről pedig a szaracénok egyszerre támadtak, és ez a támadás sorozat egy ilyen utolsó napok hangulatát idézte elő, ami egyébként nagyon fontos a ne a kulturális neomedievolizmus szemszögéből, tehát a, a, a világ ami nagyon fontos volt az ezredik év környékén. Tehát sokan azt várták, hogy ezerben véget fog érni a világ, amikor nem ért véget, akkor 1033-ban Krisztus halálának az ezredik évfordulóján fog véget érni a világ. És vannak olyan e, politikai jellemzők, meg kultúrantropológusok, akik azt mondják, hogy most is valami hasonlóval vagyunk elfoglalva, ugyan nem vallásos megközelítések, meg nem a jelenések könyvét olvasva ötlenek fel olyan gondolatok, hogy a világ hamarosan véget érhet, hanem mondjuk ökológiai szemszögből. Tehát a tudomány állít például jelenleg ilyeneket, mondjuk leginkább a bal oldalon, jobb oldalon pedig, hát kulturális értelemben értelmezik világvége, ként azt, hogy a migráció nyomán azok a kulturális egységek, monolitikus, zárt kulturális egységek, amik léteztek a nemzetállamokban, ezek fel fognak oldódni, és a jól ismert formájukban meg fognak szűnni, tehát az apokalipszis, meg a világvége várásnak bizonyos árnyalatai ezer évvel ezer után még szintén megmutatkoznak. Mutat, hát igen, ez a... Ez nagyon jó analógia, és nagyon tetszik, másrészt azért azt látjuk ebből is, hogy, hogy nagyon jó Egyszerű dolog ráéjeszteni emberekre, és utána uralni őket, vagy pánikolni valaminek, hogy tenni a valamit, de végül is a középkor megtette, mert azért az ezredik év, amellett, hogy ugye itt mi voltunk a rossz, azok a magyarok uraitonya, menj meg minket, de, de kiemelkedett. Tehát, hogy itt a, az a posztfeszfáliai korszak, vagy bármi azért, akkor is azt nézzük, hogy nem létrejöttek ezek, végig is működnek, lehet őket kritizálni, stb. De léten a globalizáció, a piacgazdaságuk, azokat is lehet kritizálni, de azért alapvetően egy sikertörténet ez az egész. Igen, ezt, ezt mondhatjuk, mert ugye ezerben, vagy ezer előtti évszázadban, ami a tizedik század, ez a bizonyos sötét század, akkor nagyon fenyegetőnek tűnt mind a skandináv, mind pedig a keleti magyar támadás, és az ezredik év környékére mind a két helyen létrejöttek azok a kereszt királyságok, amiket sikerült integrálni Európába. Tehát ilyen szemszögből egyértelműen mondhatjuk, hogy az egy sikertörténet. És a mindennapi élet szempontjából esetleg már egyáltalán mit tudunk a, az ezer évvel ezelőtti embernek a hétköznapi életéről? Mert hogy ugye emiatt Nézett a trónok harcát, és akkor azt mondja, hogy biztos mindig hideg volt, meg, 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 meg olyan rossz volt, meg rongyokba kellett járni, de hogy közben meg. A szokás emlegetni, nem pont ezer évvel uh -huh. ezelőtt kicsit később jött a kiségkorszak, de, de az nem volt, hideg. volt. A pro ha, tehát, Probléma a mezőgazdasággal volt, mivel nem igazán alakultak ki még azok az eszközök, amiknek a segítségével hatékonyan lehetett volna megművelni az annyira északi területeket, mint amilyen akár Franciaország. Tehát, hogyha összevetjük azt, hogy. Egy elvetett mag hány magot adott vissza a Franciaországban az ezredik év körül, és ugyan ekkor vagy korábban, tehát mondjuk három ezer évvel korábban, akár Mezopotámiában, akkor radikális eltérést láttunk, mert egy elvetett mag nagyjából hármat fialt Franciaországban, még mondjuk a Krisztus előtt 2000-3000 környékén Mezopotámiában 40-et. De hogy és ez az a a kultúrája volt emiatt. Tehát van oh. egy. Ez Van mondjuk egy tényleg nem hangzik jól, pedig én annyira szerettem volna, hogyha az jön kívül, hogy tulajdonképpen akkor is takvidában éltek az emberek, csak mi csak a rosszra emlékszünk. Már Georges Dubé, francia történész mondja azt, hogy voltak olyan évek, amikor fel kellett függeszteni a bőjtöt a katolikus egyháznak, mert annyira nem volt már más tenni, mint csak húst, le kellett vágják az állatokat. Tehát a, a nem volt értelme a bőtnek, mert éhen halt volna egy jelentős része a társadalomnak. Te, de hogy ha nyugtassuk meg magunkat, hogy mondjuk azért Itáliában vagy akár Mezopotámiában viszont akkor is ez a rész mondjuk nem volt problémás, csak a történet írók viszont jelentős része nem, a, nem ott volt akkor éppen. Tehát ami ránk maradt, ezért, ezért tudunk esetleg többet próbál, valahogy próbálom arra felevinni, hogy azért legalább valahol de, nem de, volt olyan rossz. De, 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 de... <kül> itt ugye egy szigetszerű tevékenységről beszélünk, tehát van egy mondjuk egy kolostorolap,

A, az ókorból maradt néhány kütyűvel még egy csigarendszerük is van, és vízük, és van, akinek meg semmilyen nincs. De, de hát azért örülünk ennek, hogy itt voltak azért változások, most tehát ne veszünk az átlag életkorról, ami jóval kevesebben is értek, jóval kevesebb ez azt jelenti, hogy iszonyú nagy a kiszolgáltatottság. Ez inkább azért sötétkedő, mert totális kiszolgáltatottság. Nincs jográn, oda jön valaki, aki erősebb, akkor elveszi. Vagy, vagy a termés, hogy tárolod. Tehát, de pont nem véletlen, hogy a technikai eszközök fej, elődése mellett jól látható a civilizáció erősödése, mert ezeket együttműködése tudott csinálni a mélyebekével, akkor létrejön az erősebb gazdaság, a vettésforgó, akkor a stabilabb, ha más stabil a városállam, akkor érdekes mód kultúrája és külakúmam színhádra is ideje, érted? De ez ezerben tényleg nem volt nagyon meg. Szerintem még a, 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 a római birodalom alatt is ilyen változó volt. Én, én azt mondtam, hogy 800 és 1000 közötti időszak volt ilyen. ilyen. Szerintem az, az tényleg elég halovány volt. Főleg a 10. század, és aztán ezertől egyébként egy nagyon lassú növekedés megindul, és aztán a 12. század, tehát 1100 utáni időszak az, ami elhozza ezt a bizonyos agrárforradalmat, amiről beszéltél. De hát tehát ez már a... rég volt, alig emlékszünk. Na, hát akkor viszont tényleg ez zárszóként, hogy mégiscsak hát, ha valami optimista dolog kijön belőle, azt szeretném Zoli kérdezni, hogy ti neomedievalisták, alapvetően a, azt, hogy új középkor felé haladunk, ezt egy pessimista vagy egy optimista jóslatnak gondoljátok, vagy valójában ebben nincs is értékítélet, mert, mert hogy nem a mi a hétköznapi jólétünk nem ezen fog múlni. Ezt egy semleges megállapításnak tartja a nemzetközi politika elmélet, inkább abban segít, hogy megértsék azok, akik külpolitikával foglalkoznak, hogy hogyan érdemes pozícionálni egy-egy államot, egy ennyire a megszokottól, vagy legalábbis a, az újkorban megszokottól eltérő térben. És mm, sokfajta neomedievalista van, tehát aki nemzetközi politika elmélettel foglalkozik, nagy nagyjából így közelíti meg, szenvedélymentesen színe stúdió, de van olyan, aki mondjuk kulturális tartalmakat vizsgál, és ugye Umberto Eco az a szerző, aki egyébként ezt az európai köztudatba behozta uh -huh. ezt a gondolatot, és ő nem a nemzetközi kapcsolatokat vizsgálta, nem a politika tud hanem azt mondta, hogy vannak olyan kulturális tényezők, akár a popkultúrában, amik úgy tűnik, hogy hozzák vissza a középkori karaktervonásokat. Például az, hogy képekben kommunikálunk inkább, inkább kép alapú a Jé, kommunikációnk, és nem annyira szövegvezérelt. Ezt ő egy új középkori dolognak jelent, ként értelmezte már a 70-es években, tehát a televízió időszakában, anélkül, hogy, hogy, látta volna azt, hogy mi történik majd a YouTube-bal, a mémekkel, mi történik az Instagrammal Instagram és a TikTokkal, tehát ezt megelőzően sok-sok évtized elő azt mondta, hogy már a képvezérelt kommunikáció egy picit emlékeztet arra, amit a középkorban jelentettek a freskók és a rózsaablakok. És, és azt is ö, ugye hozzátette őhez, hogy a popkultúrában pedig egyre népszerűbbek az olyan tartalmak, amik valamilyen módon érintik a középkort, és akkor itt megemlíthető az igazából lovagregényként értelmezhető 80-as évekbeli sorozat a Night Rider, Megemlék, megemlíthető... Benne is van a nevében, benne van, a nem is van Hát benne van, ugye, a <laughs> van a rózsarevektől. A Rózsa Ekótól, tehát hogy az egyik legnépszerűbb regény, ami nagyon szilárd történelmi alapokon nagyon jó. Is. egyébként, és nagyon olvasmányos is egyben. Akkor ott vannak az olyan kicsit művész filmek, mint az Anna biller a The Love Witch, amit ha nem láttatok, akkor ajánlom figyelmetekbe. A, nyilván Ez a, a trónokharca, és sok-sok hasonló tényező. De az, hogy nem vagyunk posthe vagy hogy posztheroikus korban is szükség van az embereknek hősökre, az pedig jól mutatja azt, hogy ezek a különféle uh, szuperhősökkel operáló filmek, is elég népszerűek voltak az elmúlt egy-két évtizedben is. Igen, amíg a Marvel stúdió nem cseszte. Na, de ez már egy más adás kérdés lenne. Így van. <laughs> szerintem... de tényleg tudnánk folytatni, nagyon-nagyon na, jó volt, na, na. sokat tanultam, tényleg. És szerintem, én csak tényleg ennyit akartam, hogy én kevés pozitívabb adást érzékeltem, mint ez. Miért? Tök jó sikertörikről beszéltünk, mert a megoldási stratégiákról, meg az adott helyzetre jó utat Abszolút. Mutatna. Legyen így, csak hát mutassa ez is azt, hogy alapvetően nem félni kell a jövőtől, hanem, hanem két lépés távolságból, hogyha megvizsgálod, akkor, akkor tulajdonképpen jó esetben azt gondolod, hogy nem lesz ezzel baj, csak nagyjából próbáljuk megérteni, hogy mi történik, és ennek szellemében kellemenz Zoltán nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, nektek pedig a figyelmet, találkozunk jövő héten is, sziasztok! 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 Ez volt a Jövő Zenéje.